Vidám őszi és liba motívumos lámpásokat díszítettek a gyerekek a Bácskos udvarfalvi EHO gyermek és ifjúsági központban. A Csoncsikó játszóházban mintegy 30 lurkó és szüleik érkeztek. Hát én szeretek a Csoncsikóba járni, és ilyen mécseseket és lámpást készítünk, vannak liba kifestők, és majd azt is tervezek készíteni. Csinálunk mécseseket, duncos üvegből drótot tettünk rá, lehetett levelet rá festeni, libát kivágni és ráragasztani, a hátteret kifesteni. A Csoncsikó játszóház 2018-ban jött létre Bácskos udvarfalván az Ady Endre Művelődési Központ berkeiben. Céljuk a magyar hagyományok megismertetése a gyerekekkel. Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőjt előtti utolsó ünnepnap. Itt ilyen hagyománya nincs. Mi most próbáljuk a gyerekekkel ezt megismertetni. És hogy máshol ugye van ilyen lámpás felvonulás, hagyományosan ezt már tartsák, és próbáljuk őket ilyesmibe belevonni itt is. Ez újdonság nekik. Először tartunk Márton napi játszóházat, de próbáljuk a hagyományokat velük ilyen módon is megismertetni. A játszóházban népdalokat tanultak, és népi gyerekjátékokat is játszottak a gyerekek.